Igazából egy kisebb településen születtem a déli határhoz közel. Nagyon sok lehetőség nem volt igazából a kézilabda és a labdarúgás, amit ki lehetett próbálni otthon, illetve az utcán nagyon sokat játszottunk a szomszédokkal. Nagy többségében fiúk voltak, úgyhogy igazából is suli után mentünk ki és fociztunk estig az utcákon. Illetve van egy bátyám, aki focizott, apukám is labdarúgó volt, anyukám kézizett, ő próbálkozott a kézilabda felé terelni, el is vitt edzésre, de ott is inkább csak lábbal rúgtam a kézilabdát, úgyhogy hamar kiderült, hogy a foci lesz az, amiben így ki tudok teljesedni. Fenyvesi Evelyn később testnevelő tanára javaslatára kezdett klubszinten futballozni, 2011-ben pedig a fővárosi zöldfehérek utánpótlásában kapott bizonyítási lehetőséget, ami olyan jól sikerült, hogy egy évvel később már a felnőttek között szerepelhetett, igaz, akkor még az MB2-ben. Most volt januárban 13 éve, hogy 13 és fél évesen 14-et épp, hogy betöltöttem, felköltöztem a kollégiumba. Nagyon távol a családtól, a szülőktől, a régi barátoktól. Nagyon nehéz időszak volt, de igazából így nagyon szerettem volna ezt így profi szinten csinálni, és megértettem azt, hogy ennek csak így van lehetőség, hogy fel kell költözni Budapestre, itt kell sportolni, itt tudok lányok között sportolni, úgyhogy igazából amúgy nagyon motivált voltam, és nagyon kíváncsian vártam ezt az időszakot, de nehéz volt, mert még az általános iskolát sem fejeztem be, és úgy kellett felköltözni, de most sem csinálnám másképp, tehát minden percet megért. Amikor felkerültem, akkor még nagyon öltözünk sem volt, mindig vittük magunkkal a táskánkat ki. Azt a területet éppen megkaptuk, amit a fiúk nem használtak, nem is feltétlenül focipálya volt, csak egy füves terület, és ott készültünk. Ahhoz képest ma már saját edzőkomplexumunk van, saját öltözőnk, egyre jobban fejlődik ez is, tehát tényleg megkérdőjelezhetetlen az, hogy itthon is nagyon fejlődik így, ilyen szempontból is. Azt gondolom, hogy egyébként még szakmailag azért el vagyunk maradva az elittől, az elit európai országoktól, de én nagyon remélem, hogy a mai nagyon ügyes fiatalokkal azért hamarosan utolérjük őket. Most már tényleg én is érzem ezt a Fradi család kifejezést, mert nem csak egy jelőzünk, hanem amikor én tényleg elszakadtam távol a gyerekként a családomtól, akkor igenis kaptam egy második családot, és itt alakultak ki az új baráti közegem, a pótapám volt az edzőim igazából, tehát tényleg sokkal többet találkoztam ezekkel az emberekkel, akik körülvettek, mint a saját apukámmal, anyukámmal, úgyhogy tényleg egy ilyen család közeget formált nekem gyerekként, és most is nagyon hálás vagyok, hogy még mindig itt lehetek, és tényleg látom ezt a folyamatot, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a klubnak. Fenyő a válogatottban is alapembernek számít, eddig 93 meccsen 75-ször volt kezdő, 8 gólt szerzett és 6457 percet játszott. Azt, hogy az ember tényleg minden napokban azt csinálhatja, amit a legjobban szeret, és ráadásul még a nemzeti csapatban is pályára léphet és játszhat az országért, de ez tényleg a legjobb dolog szerintem egy sportolónak. Nem megvoltak ezek az adatok, nekem is nyilván tudom, hogy 93 meccs volt, azt nem tudtam, hogy hány percet játszottam eddig, de minden egyes percnek nagyon örülök a válogatottba. Nagyon remélem, hogy a 100-at el fogom érni, úgyhogy az a rövid távú célom a válogatottal, és az, hogy esetleg a 25-ös Európa-bajnokságra ki tudjunk jutni a csapattal, ez nagyon nagy cél lenne, és azt gondolom, hogy ez megkoronázná a karrieremet, úgyhogy a következő egy évben, bő egy évben ezen leszünk, hogy azon a 25-ös svájci Európa-bajnokságon ott tudja lenni a magyar csapat. A csapat jelentősen átalakult, több kulcsjátékos is távozott a klubtól. Nagyon átalakultunk, nagyon megfiatalodott a csapat és kicserélődött, ami egyébként nem baj, hogy jönnek a fiatalok, mert ahogy említettem is, tényleg nagyon ügyesek a mai fiatalok, sokkal képzettebbek, sokkal felkészültebbek már szakmailag, mint mi voltunk ennyi idősen, ami persze nagyon jó. Azt érzem jelenleg, hogy azért megvan a balansz, hogy megkaptuk a fiatalokkal az impulzust, de van az idősebbektől a rutin és a tényleg az a tapasztalat, amit az évek alatt megszereztünk, úgyhogy én remélem, hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozottságot fog adni a szezon végéig. Nehéz időszak, amikor sok játékos elmegy, sok új jön, de
De igazából ez az életrendje, tehát kicserélődnek, játékosok tovább lépnek, visszajönnek, feljönnek fiatalok, úgyhogy mindig, ezen mindig dolgozni kell minden új szezonnál, minden fél szezonnál, ezen vagyunk igazából most is, és remélem, hogy ezzel az összeállítással is sikeresek tudunk lenni igazából a szezon végén. Nem tudom, hogy milyen döntő lesz. Sokan azt mondják Fradi Győr, sokan azt is mondták már, hogy még mi se jutunk a döntőben, mert most annyit gyengült a csapat. Nem tudom megmondani, azt tudom, hogy én ott akarok lenni Ferencváros játékosként a bajnoki döntőben. Azok mindig nagyon izgatott és izgalmas mérkőzések szoktak lenni. Már nagy szívfájdalom, hogy lassan 3 éve igazából nem volt közünk a Magyar Kupához. Egyértelműen szeretném, hogyha bajnokságot tudnánk nyerni, mert ugye az kell ahhoz, hogy elit, vagy hát hogy külföldi csapatok ellen tudjunk játszani a Bajnokok Ligájában. Úgyhogy igazából a cél nem változott továbbra sem. Talán egy kicsit még keményebben kell majd most dolgozni ezekért a címekért.